Csoki Mikulások várják a boltokban a vásárlókat és az ilyenkor szokás szerint felbukkanó élelmiszerellenőröket. A Nébih 2007 óta végzi az év minden decemberében a szokásos téli szezonális élelmiszerellenőrzéseit, nyilatkozta Nobilis Márton, az Agrárminisztérium élelmiszeriparért és kereskedelempolitikáért felelős államtitkára, aki idén december 5-e és 18-a között rendelte el az akciót. Ez egy edukációs ellenőrzés leginkább. Nem a büntetésről szól, sokkal inkább arról, hogy fölhívjuk a figyelmet arra, hogy fontos a biztonság, az élelmiszer biztonság, és az, hogy biztonságos, jó minőségű és lehetőleg magyar élelmiszerek kerüljenek a családok asztalára. A téli szezonális élelmiszerlánc ellenőrzésnél ugye az ünnepkörhöz kapcsolódó élelmiszereket ellenőrizzük, így a hal, a édesipari termékek, a húsipari termékek és a déli gyümölcsök, illetve egy általános higiéniai, és egy újítás, hogy idén az iskolai büféket is ellenőrizzük. Ezeket a fogyasztóknál és a kereskedelmi ellátóegységeknél végezzük, ahol a kereskedők és a feldolgozóknál és a kereskedelmi egységeknél végezzük, és a kereskedők és a feldolgozók már várják is a Nébih ellenőreit. A vásárok, kitelepült vendéglátók és piacok is mind célpontjai lehetnek az ellenőrzéseknek, mondta el Nobilis Márton, aki szerint a biztonság kérdése nem ér véget a vásárláskor. A fogyasztóknak az otthoni élelmiszerek tárolására, valamint elkészítésére is fokozottan kell ügyelniük. A piacok ellenőrzése is rendkívül fontos ilyenkor, illetve az, hogy felhívjuk a magyar családok figyelmét arra, hogy az otthoni élelmiszer biztonság az a vásárlással elkezdődik, és ők is igyekezzenek olyan helyről élelmiszert vásárolni, ami megbízható, igyekezzenek otthon is vigyázni a higiéniára, tiszta edényekben melegíteni. Ha melegítenek, akkor ne csak langyosítsák meg azt az ételt, hanem melegítsék meg rendesen, forrósítsák fel, illetve ne egyenek félkész ételeket. Úgyhogy leginkább erről szól ez a szezonális élelmiszerlánc ellenőrzés, és azt gondolom, hogy folyamatosan javuló tendencia van, ez is azt bizonyítja, hogy Magyarországon jó minőségi, biztonságos élelmiszerek vannak, és rengeteg magyar élelmiszer is van, ami a magyar családok asztalára tud kerülni. A tavalyi évben 2748 helyen végeztek ellenőrzéseket, és 1421 termékre terjedt ki a vizsgálat. 13 millió forint bírságot szabtak ki, és 20,7 tonna élelmiszert vontak vissza.